Szent István király emlékezete 1803. augusztus 20-i Szent javatásától kezdve szerepet játszik a magyar történelemben. Megünnepléséről már az 1222-es aranybullában is rendelkeztek. Később Mária Terézia nemzeti ünnepén nyilvánította Szent István napját, és Budára hozatta a Szent Jobbot. Az 1948-49-es forradalom és szabadságharc leverése után tilos volt a Szent Király ünneplése, ahogy bő száz évvel később a kommunista rendszer is betiltotta az ünnepvallási tartalmát. Titanilla. Mohos Gábor segédpüspökkel, a Szent István Bazilika plébánossával, a Szent Jobbőrével folytatjuk a reggelt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az imént itt uh, sokat beszéltünk arról, hogy hogyan építette ki István király Szent István a Magyar Állam szervezet alapjait, hogyan teremtette meg a jogi kereteket, a közigazgatást, de ugye a másik nagy érdem az az egyház kiépítése volt, és ugye augusztus 20-a, amit ugye Magyarország születésnapjának is szoktunk kicsit profán módon nevezni, tulajdonképpen eredendően egy egyházi ünnep, hiszen első királyunk szenti az ünnepe. Itt nem a koronázást, nem a születést vagy a halál napját ünnepeljük, hanem a, a napját. Egyházi szempontból, vallási szempontból mi augusztus 20 a jelentősége? Ugye mi azt hangsúlyozunk, hogy Isten amellett, hogy nagyon komoly érdemei voltak a a közélet szervezésében, a, az országnak a kormányzásában, amellett egy hitéhez hű Isten imátságból imádságból élő, és a keresztény értékrendet nem csak hitelesen megélő, hanem példaértékűen megélő király is volt. És amikor az egyház valakit szentélyevat, akkor példaként is állítja az emberek elé. Annak ellenére, hogy mi nem vagyunk királyok, de azért voltak olyan erényei Istvánnak, amelyeket a hétköznapi életben akár mi is követhetünk. A szentélyevatás az, az azt is jelenti, hogy mi hiszünk abban, hogy, hogy van túlvilági élet, hogy aki meghal, annak nem megszűnik az élete, hanem átalakul, és akit Szent Évat az Egyház arról kimondja, hogy az örök boldogságban van. Ugye itt István esetében az életével és a döntéseivel azt szolgálta, hogy Magyarország, a magyar állam megszilárduljon és betakozódjon a keresztény Európába. És tulajdonképpen az ő szentélyavatása is egy ehhez kapcsolódó gesztus volt. Ugye első László királyunknak fontos volt, hogy legyenek magyar szentek, és ez is egy következő lépés, vagy egy következő szint volt a keresztény Európába való beilleszkedéshez. Igen, az fontos, hogy ne csak a más népeknek a nagyjait tiszteljük, hanem nekünk vannak olyan nagyjaink, akik, akik, akár a keresztény életben is példaképeink lehetnek. És hogy ez nem csak Istvánra igaz, hanem Imre Hercegre is, illetve Gizellára a feleségére, és azt hiszem, hogy ebben egyedülállóak vagyunk mi magyarok, hogy a, az államiságunk kezdetén rögtön egy úgynevezett szent család van, akik, akik mindannyian példaértékű Módon élték meg azt a hivatást, ami az övék volt, és azért egy államalapítás nem egy egyszerű hivatás. Én azt hiszem, hogy az is nagyon fontos, hogy nem csak ők, hanem aztán az uralkodó uralkodócsátból elég sokan lettek még szentek, maga László király is. Tehát ezt a hagyományt folytatták is. Említette, hogy Istvánnak voltak olyan erényei, amelyek ma is megfontolandóak. Mit üzen Szent István alakja a modern korban élő embereknek nekünk? Van-e olyan ö, üzenete, amit ö, valóban, nagyon is mondta, érdemes megfontolni, átgondolni, és akár a saját életünkben is tudjuk hamatoztatni? Azt hiszem, hogy sok ilyen van, amit most talán kiemelnék, ami az intelmeiben is szerepel, az például a türelem. Azt hiszem, hogy ma ez egy kicsit nehezebb, mert annyira gyors az élet, és annyira hamar szeretnénk mindent elérni, hogy hogy ez egy nagyobb kihívás a mai ember számára, miközben azt mondja, hogy a türelem azért fontos, hogy ne az érzelmeink irányítsanak bennünket, hanem, hanem tudjunk mi, mi magunk magunkat ö, értelmesen irányítani az életünket. Azt mondja, hogy aki türelmetlen uralkodó, az zsarnok lesz. Tehát az, és ezt most nem csak egy országra érthetjük, akár egy család életre is érthetjük ugyanezt a ö, ö, szempontot. Tehát tehát fontos az, hogy, hogy egy közösségben tudjunk egymással türelmesek lenni, ne az érzelmeink alapján döntsünk, vagy azok ragadjanak el bennünket, hanem fontoljuk meg egy kicsit a dolgokat, és utána hozunk akár komolyabb döntéseket. Igen, ugye itt a mai rohanó világban a türelem az sokszor nagyon nehéz, de egy nagyon szép emberi erény, azt szokták mondani. Ugye itt a történelm során azért augusztus 20-a mellett, hogy az egyik legrégebbi nemzeti állami ünnep, ugye 1771-ben Mária Terézia, nyilvánította annak, nagyon sokat változott a megítélés, hogy voltak időszakok, amikor nem lehetett Szent Istvánra, a magyar független állam megalapítójára emlékezni az ünnepvallási tartalmát, volt időszak, amikor tudatosan szorították háttérbe ugye alkotmány ünnepe, Újkenyér ünnepe, bár én most találtam olyan forrást, amely szerint ennek is egyházi jelentősége volt az új ünnepének, hogyan alakult ez az évek során? Hát az a formája, hogy ma ünnepeljük, az 1989-90-re megy vissza, amikor is pont a változásoknak az egyik nagyon emblematikus jele volt az, hogy ismét lehetett Szent Jobb körmenetet tartani. Ugye a Szent Jobb az a szocialista időszakban nem lehetett nyilvános tisztelettárgya, tehát ö, akkor került egyébként a Szent István Bazilikában korábban nem ott ö, volt a helye, de nem lehetett nyilvánosan tisztelni, csak a 80-as évek végétől, második felétől ö, vált ez lehetségesé, és akkor kezdődött újra a Szentjobb körmenet. Ami amellett, hogy egyházi ünnep, amellett ezen túlmutatlan a magyarságnak is az ünnepe. Itt a Szent Jobbot, hogyha szóba került, akkor ugye ez egy nagyon fontos része az István kultusznak, és ennek egy nagyon-nagyon kalandos története van. Ugye akkor derült fény arra, hogy István király jobb kezét leválasztották, vagy jobb karját a testéről, amikor a szent Avatásra készültek, mert ugye akkor fel kell bontani a sírt, ez az egyházi protokoll. Hogyan is történt ez pontosan, illetve mi következett ez után? Igen, tehát amit tudunk róla az az, hogy az akkori, tehát az Isten halála utáni kicsit bonyolult időben egyszer áthelyezték már a holttestét, és akkor annak folyamán távolított el valaki a jobb kezét, aki aztán utána kitalált egy történetet, amikor László király meglátogatta őt, ez ben történt, és elmondta, hogy végülis ott van nála, ez a Bihar megyében volt a mai Románia területén, és akkor végül is László, hozzájár, László király hozzájárult ahhoz, hogy ott maradhasson, építsenek neki egy ilyen kegyhelyet, és köztiszteletre ki lehessen tenni, és azóta tiszteljük a Szentjobbot, tehát 1084-ben kezdődött ez a ö, ö, tisztelet, majd aztán ö, ugye a magyar történelemmel párhuzamosan a Szentjobb története is elég viszontagságos volt, tehát a, a török időkben ö, elkerült ö, mai Horvátország területére. Igen, Igen, vagy mai nevén Dubrovnikba, tehát ott volt sokáig, Mária Terizzi onnan hozatja vissza, tehát ez Mária is látta, hogy fontos az a magyarság szempontjából, meg talán az ő legitimációja szempontjából is, hogy a Szent Jobb visszakerüljön Magyarországra. De ugyanígy például a második világháború alatt is nyugatra menekítették, és nagyon kalandos úton érkezett vissza 45-ben éppen augusztus 20-ára az utolsó pillanatban, hogy meg lehessen tartani a Szent Jobb körmenetet. Tehát azt hiszem, hogy ez is jelképezi a kicsit a magyarságnak is a történetét. Itt a Szent Jobb körmenet, az mióta élő hagyomány? Ugye ennek is voltak, volt időszak, amikor nem lehetett megtartani, ahogy ön is mondta, ezt mikor tartották az első Szent Jobb Tehát 1800-as évek végén kezdődött a, ez a fajta tisztelet a Szentjobbnak, hogy körmenet formájában is körülhordozzák a Szent István ünnepén a városnak, legalábbis itt a belső részen. Ugye korábban a Budai Várban volt a Szent Jobbnak az őrzési helye, majd, majd tulajdonképpen a második világháború után került át a, e, ugye az angol kisasszonyokhoz, az nem sokáig tartott ott, úgyhogy az akkori politikai változások, majd a 90-es évek, illetve 89-től kezdődően e, van a mostani is tartjuk a szent jobb körmenetet ezen az útvonalon. És akkor azt még mondjuk el azért, hogy ma 5 órakor lesz a szent, micsen akkor kezdődik, és utána lesz a szent jobb körmenet. Így igaz. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen!